Egyre több eszköze van a pedagógusoknak a digitális oktatásban, amelyek segítségével gyakorlatiasabban, élvezhetőbben tudják átadni a tananyagot diákjaiknak. Üdvözlöm Önöket, ezekről is beszélgetek majd egyik mai vendégünkkel itt a 35 percben. Előbb más témákkal foglalkozunk, mutatjuk a tartalomjegyzéket. Fogyasztóvédelmi változások, cél a megtévesztések megakadályozása. Új logisztikai központ Szakolyban jótékony célokra szánt eszközök kapnak helyet benne. Elismerés, nyíregyházi tanár lett a digitális oktatás nagykövete. Hadat üzennek a fogyasztókat megtévesztő kereskedőknek. Egy uniós irányelv módosítása után jövő év május végétől lényegesen szigorúbb szabályok vonatkoznak majd az árkedvezmények feltüntetésére, vagyis a leértékelések és az árcsökkentések fogyasztói kommunikációjára. Ezek a regulák csak a megvételre kínált termékek árcsökkentésére vonatkoznak majd, a szolgáltatásokéra nem. Köszöntöm a stúdióban Görömbei D. dr. Balmasz Katalint, a megyei békéltető testület elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi az, amit erről pontosan tudni kell? Mi az, ami változni fog, és mikortól? Egységesen az egész unióban, tagállamaiban tulajdonképpen kötelező, hogy a nemzeti jogszabályba ezt szabályozzák, mivel hogy ez egy irányelv, így közvetlenül nem alkalmazható a tagállamokban, viszont kötelezettség volt, hogy szabályozása megtörténjen. Nagyon fontos erről beszélnünk, hiszen ez egy minisztériumi rendeletben történt ez a módosítás, ami erről a dologról szól. Így valószínű, hogy ha egy kereskedő nem elég alapos, akkor esetleg ez elkerülheti a figyelmét. Jövő év május 28-án fog egységesen az egész unióba hatályba lépni ez az új szabályozás. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy megszűnjön az a lehetőség, hogy a fogyasztókat megtévesszék bizonyos ügyes kereskedők, vagyis ha árleszállítás történik egy árura, egy termékre, mint ahogy a Felkomban szó volt, szolgáltatásokra nem, csak termékekre, abban az esetben az árleszállítás mellett fel kell tüntetni az eredeti árat is. De hát mi is tekinthető eredeti árnak, és itt megint van egy pontos, precíz szabályozás, hogy nem azt az árat kell feltüntetni, ami előző nap volt a terméknek az ára, hanem az árleszállítás előtti 30 napban a legalacsonyabb ár, ami volt. Tehát ha pár órára volt mondjuk egy online kereskedésben legalacsonyabb az ár, akkor ezt a legalacsonyabb árat kell feltüntetni, ez lesz az eredeti ár, és ehhez képes kell feltüntetni a százalékos csökkentést. Tehát ezzel gyakorlatilag azt szeretnék kiküszöbölni, hogy jól megemelik a termék árát, majd utána szépen áthúzzák, hogy 10-20-30% kedvezmény. Igen, sajnos voltak ilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, hogy közvetlenül az áremelés előtt felírták, hogy pont azt az árat, ami az árleszállítás után lett, így a fogyasztó megtévesztése megtörtént. Viszont eddig nem volt a hatóságoknak ennyire kézzelfogható eszköze ahhoz, hogy ezt valóban ellenőrizni, és utána, ha nem megfelelően történik a eljárás, akkor bírságolni is tudják. Egyébként vannak ez alól kivételek, mert nem tartoznak ide a gyorsan romló, vagy hamar lejáró szavatossági idejű termékek, valamint, mint mondtam, a szolgáltatások nem tartoznak ide, illetve előfordul olyan, hogy közvetlenül az árleszállítás előtt vezet be egy terméket a kereskedő, ilyen esetben viszont, ha az nem ért el a 30 napot, akkor 15 napos ez a bizonyos időszak, amit figyelembe kell venni. Valamint nagyon fontos az is, hogy ezt az árfeltüntetést egyértelműen kommunikálják a fogyasztó felé. Tehát a fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, mint a boltokban, de ugyanúgy a internetes vásárlásoknál is, hogy ezt egyértelműen, értelmezhető módon megismerjék.
Tehát nem elmisztifikálva, hogy legjobb akció, meg, hanem konkrétan leírja a jogszabály, hogy az eredeti ár feltüntetése és ahhoz képest hány százalékos a csökkentés. Maga a fogyasztó tudja azt ellenőrizni, hogy az elmúlt 30 napban akkor az a feltüntetett ár az tényleg a legalacsonyabb volt? Szerintem nem tudja, mert nincs ilyen lehetősége, ha csak mondjuk egy internetes vásárlás esetén már vannak ezek az árkereső oldalak, esetleg akkor össze tudja hasonlítani, vagy ha rendszeresen járatba kézzel fogható boltba, akkor látja, hogy mennyi volt az ár, de hát azért vannak a hatóságok, hogy ezt ellenőrizzék rendszeresen. És nagyon fontos itt beszélnünk, ha már az árleszállításról van szó, hogy meg kell különböztetni bizonyos dolgokat. Tehát fontos azt tudni, hogy attól, ha egy terméket, amire garancia vagy szavatosság vonatkozik, árleszállítás során vásároltunk, akkor azzal ezeket a jogainkat nem veszítjük el. Tehát ugyanúgy vonatkozik rá a garancia és a szavatosság is. Más kérdés, hogyha van olyan eset, amikor az árleszállítás például azért történik, mert egy termék hibás volt. Ilyenkor viszont fel kell tüntetni, hogy mi az a hiba, ami miatt olcsóbban adta a kereskedő ezt a bizonyos, mondjuk garancia alá tartozó terméket, és akkor csak erre a hibára vonatkozóan veszíti el a termék a garanciáját. Ugyanakkor van egy harmadik dolog, amivel szintén össze lehet ezt keverni, hogy van a szavatosság és a garancia esetén a minket megillető jogoknál is egy bizonyos árleszállítás, de ez olyankor van, mikor hibásan teljesített a vállalkozás, és ebben az esetben, ha nem tudja kijavítani vagy kicserélni, akkor a harmadik szavatossági jogunk az árleszállítás, de ez nem keverendő össze ezzel a bizonyos árcsökkenésekkel, mert itt tulajdonképpen reklámcélból, üzleti érdekből, hibátlan termékeknek az árleszállításáról beszélünk. Hamarosan közeledik megint a Black Friday. Mi az, amire figyeljünk? Mert hogy most még a régi szabályok lesznek érvényesek. Igen, hát most is azért kellőképpen kell tájékozódnunk. Már említettem ezt a bizonyos árkereső alkalmazásokat. Érdemes megnézni, mielőtt hirtelen beleugrunk egy árunak a megvásárlásába, hogy vajon máshol tényleg nem olcsóbban kapjuk-e ugyanazt a minőséget. Vagy akár ugyanabban az üzletben vagy nyomon akár követni, hogy most mennyibe kerül az a termék, amit én majd szeretnék megvásárolni. Így van. És még egy dolog eszembe jutott, hogy ha már az árakról beszélünk, nem valószínű, hogy a fogyasztók széles köre ismeri azt a lehetőséget, hogyha egy árunak több ára van feltüntetve a terméken, vagy egyértelműen beazonosítható, hogy a több ár arra termékre vonatkozik, akkor a kereskedőnek a legalacsonyabb áron kötelessége, hogy eladja a fogyasztónak. Ez csak így az árak kapcsán jutott eszembe. Másik téma az energia kategóriák besorolása. Ebben is változás várható. Sőt, már ez idén március 1-től hatályba lépett, ugyancsak egy unió szabályozás, tehát ugyancsak az unió bármelyik ilyen nagy gépeket, háztartási tartós fogyasztási cikkeket árusító helyére, ha bemegyünk, vagy az internetre felmegyünk, mindenhol ugyanazt a címkézést fogjuk találni. Korábbi években ez az A plusz, már nem tudtuk, hogy hány plusz, meg mi miért jelenti, igen. Most viszont visszatértek egy korábbi szabályozáshoz, amikor A-tól G-ig szabályozzák a energia hatékonyságát a nagygépeknek. Most március 1-től a mosógép, mosogatógép, hűtőszekrények és a televíziók, egyebek vannak már kötelezően szabályozva. Most szeptember 1-től a fényforrások, és így fokozatosan egyre minden tartós fogyasztási cikknél ez meg fog történni. Tehát egyértelmű, hogy
színesnek kell lenni a címkének, ellenőrzések során hatóság talált olyat, hogy fekete-fehérbe került kinyomtatásra, ez nem megengedett. Most az első időszakban az A jelölést azt szabadon hagyják, B-nél kezdődnek, hogy lehetőség legyen fejleszteni, és minél jobb, hatékonyabb berendezéseket előállítani a gyártónak. És hát nyilván a sötét zöldtől a pirosig megy a színezés, és az energiahatékonyságon kívül még a zajszintet, a felhasznált energiát, ha mosógépről van szó, akkor vízmennyiséget, piktogramokkal jelölve kell feltüntetni, ezeket is ellenőrzi a hatóság. Erre még viszont van egy kis türelmi idő, úgy tudom. Az így van, még jelen pillanatban csak figyelmeztetik, illetve hát azokra a berendezésekre, amelyek már március 1-től hatályban vannak, azokra szigorúbb előírások vonatkoznak. Görömbei dr. Balmasz Katalin, köszönjük szépen, hogy beszámolt ezekről. Én köszönöm nekünk a lehetőséget. Logisztikai központot adtak át a múlt héten Szakolyban. A raktárépületben felajánlásokból összegyűjtött eszközök kapnak helyet, amelyeket a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálat jótékony célokra fordít. Az egyházügyi államtitkár az átadón kiemelte, az országban minden eddiginél jelentősebb a karitatív tevékenység. Ilyen autentikus otthonokban élnek a Szent Lukács görögkatolikus integrált szolgáltató központ ellátottjai. Az egyház szociális intézménye jelenleg is közel 150 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos mindennapjait segíti. Az egyik ilyen lakóépület szomszédságában épült meg ez a logisztikai központ, ami a görög katolikusok egy másik tevékenységét, az adományozást segíti a jövőben. A csarnok olyan eszközök gyűjtőhelye, melyekkel a régióban élő rászoruló családokat segítik a későbbiekben. Szakoly volt az egyik legelső szociális intézményünk, amelyet átvettünk az itt élő emberek, fogyatékkal élő embereknek a gondozása. Ez nagyon szépen fejlődött azóta, és amikor beléptünk, akkor egy kitagolási nagy programmal átalakítottuk az egész rendszert. És ebben egyébként Magyarországon az első között voltunk, egyház intézmény az első volt, aki ezt megtette, hogy a nagy intézményen belül élő emberek különböző kis otthonokba költöztek ki. Több mint 10-12 ilyen kis otthont alakítottunk ki. Ez volt az egyik nagy lépésünk, túl azon, hogy természetesen vittük tovább a itteni szociális gondozó munkát. Aztán ezzel együtt is ezeknek az embereknek nem csak egy külön életteret alakítottunk ki, hanem olyan gazdasági fejlesztést tudtunk megvalósítani, ahol ők dolgoznak és önállóvá is tudnak válni. Két nagy büszkeségünk a péküzem meg a tészta gyártóüzem, ahol ők dolgoznak, és ahol a életüket is segítő termékeket készítik, és ebből eladásból is van bevétel, illetve a korábbi műhelyek is, gyertyakészítés, kerámiakészítés és egyéb tárgyaknak, dísztárgyaknak készítése, ez mind-mind ennek az intézménynek a része volt. Na most így aztán Szakoly nagyon szépen kiépült, vagy felnövekedett egy ilyen szociális központtá. És amikor a lehetőséget kaptunk egy pályázat útján, hogy raktárépületet alakítsunk ki, ez a hely kapta meg azt a lehetőséget, hogy akkor itt egyrészt a saját területből, másrészt vásárolt területből egy igen nagy Caritas raktárt építettünk ki. Ez meg azért kell, mert Caritas tevékenység is egyre fejlődött, és már nem, a kisebb raktárokban nem tudtuk elhelyezni a beérkező adományokat külföldről, vagy Magyarországról, jószándék adományozóktól, vagy szervezett módon gyűjtésből fakadó dolgoknak az helyezése egyre nehezebbé vált. Így aztán itt építettük fel ezt a nagy raktárt. Ez most egy Caritas raktár lesz, ahonnan nagyon sok felé fogjuk tudni elszállítani. Itt tudjuk fogadni a nagyobb tárgyakat is, akár bútorokat, vagy külföldről érkező nagyobb adományokat. Nyilván nem csak egy épület, hanem egy raktár minden technikai adottságaival rendelkezik, targoncák vannak, ennek a logisztikáját is hozzáépítettük, tehát az egész Szent Lukács szeretett szolgálatnak, sőt az egész görögkatolikus egyházunk karitatív munkáját fogja nagyban segíteni.
A térség országgyűlési képviselője a Csarnok múlt heti átadóján arról beszélt, az egyház a rászorulók megsegítésében egy új, a korábbinál hatékonyabb rendszert hozott létre. Hozzátette, az adományozás és a segítségnyújtás különösen fontos az elmaradottabb térségekben, a mindennapok során azonban sokan nem értékelik kellőképpen ezt a tevékenységet. Természetessé válik a segítség, és ez egy nagyon jó dolog. De ugyanakkor legalább egy főhajtással, és most itt van az ideje a főhajtásnak, megköszönjük azoknak, akik segítettek. Úgyhogy a választókerület polgárai nevében köszönöm a segítségüket, és azt kívánom, hogy sok ilyen lehetőség álljon rendelkezésre, mert amikor segítség kell, akkor azt gyorsan kell adni, és ez a létesítmény képes arra, hogy gyorsan sok embernek segítséget nyújtson. A karitatív tanács az utóbbi években 36 településen összesen 46 ehhez hasonló logisztikai központot hozott létre. A szakói raktárépületet 247 millió forintból építették fel, a kormány és az Európai Unió 200 millió forintos támogatásával. Az egyházügyi államtitkár az átadón arról beszélt, az ilyen létesítmények építése egyedülálló Európában. Mint mondta, az egyházak által összefogott karitatív szervezetek pályázhattak ilyen épületekre, ami új szintre emeli az adományozás rendszerét. Most kimondottan Szakolyban, ahol vagyunk, és amit átadunk, ez egy karitatív csarnok, karitatív feladatokat fognak itt ellátni a görög katolikus testvérek, és ez azért jelentős, mert olyan pályázatot írtunk ki jó néhány évvel ezelőtt, amely az Európai Unióban nincs. Lényege az ennek a pályázatnak, hogy 6 nagy karitatív szervezet és 3 kisebb, így a görög katolikusok is ebbe tartoznak, olyan csarnokokat építhettek szerte az országban, és valósíthattak meg, ahol a karitatív feladatokat, katasztrófa esetén a segélynyújtást és sok minden mást indíthatnak el. És ennek eredményeképpen országszerte 10 nagy csarnok épült, és tucatnyi olyan kisebb segítőpont valósult meg, amely óriási nagy változást jelentett a karitatív munkában. És mindez azért fontos, mert az egyházaink hatalmas nagy közfeladatot vállalnak el, és ezen a közfeladaton belül mind a karitatív munka, mind a szociális munka, mind az oktatás-nevelés óriási nagy lehetőség és feladat az emberek szolgálatára. És mi ezt szeretnénk segíteni, hogy mindaz a hatalmas nagy energia, ami az egyházakban benne van, a lelkiségében is benne van, azt amennyire lehet, hát ilyen épületeken keresztül segítsük és szolgáljuk mindezt. Miért fontos mindez? Magyarország 1000 éve kereszténységben él. Ez a térség, és nem csak Magyarország, Közép-Európa, Kelet-Európa, Balkán nem tud meglenni a kereszténység nélkül. És azt is látjuk egyébként, hogy Európában nem templomokat újítanak föl, nem ilyen jellegű csarnokokat építenek, hanem pont az ellenkező történik. Lebontják, vagy adott esetben edzőtermeket, kultúrházakat, kocsmákat nyitnak templomokból, tehát a szakrális tért pedig meg tönkre teszik. És én hiszem azt, hogy az elmúlt éveknek az a politikája és az az együttműködés, amit az egyházakkal tettünk, az nem öncélú, hanem mindenkit. Azokat is mindenkit szolgál, azokat is szolgálja, akik hívő emberek, és azokat is szolgálja, akik még Isten keresünk, és azokat is, akik nem hívők, mert amikor valaki karitászon keresztül segítünk, szociális otthonon keresztül segítünk, idős otthonon keresztül segítünk, az mindenkit elér, és ott végképpen válogat, hogy valaki hívő vagy sem. Az államtitkár szót ejtett arról is, hogy az utóbbi évtizedben soha nem látott ütemben újultak meg az ország templomai. Óriási nagy változás történt az elmúlt 10 év során. Szerte Kárpát-medencében több mint 3000 templomot újítottunk föl, több mint 150 épült ebben az időszakban, közösen az egyházainkkal, és idén elindítottunk egy magyar templom felújítási programot, amely folytatása az eddigi munkának, ahol 1800 templomnak a megújítását, illetve újaknak az elkezdését tudjuk támogatni. Ennek az a lényege, hogy lesz olyan templom, aminek az eddigi felújítását folytatják az egyházink, és lesz olyan, amit még
nem tudtak eddig elkezdeni, tető, külső homlok, a torony megújítása, vízszigetelés, ezeket fogják megvalósítani, és ez is fontos, hogy, vagy az is fontos, hogy mindez a szerte a Kárpát-medencébe fog megvalósulni, tehát Erdélytől egészen felvidékig, délvidékig, és természetesen itt a jelenlegi Magyarország területén, hiszen az 1800 templomból 1400 az itt fog megvalósulni. A Nyíregyházi Bánki Iskola oktatóját választották idén a digitális oktatás nagykövetének. Zsigó Zsolt jelenlegi munkahelyén 30 éve tanít matematikát, fizikát és informatikát. A tananyag gyakorlatban történő átadásában nagy segítsége az intézményben működő HUB, mint középiskolai innovációs ökoszisztéma, innovációs csomópont. Köszöntöm a stúdióban Zsigó Zsoltot és tanítványát, Sisa Lászlót. Mindenek előtt gratulálok ez a nagyszerű elismeréshez. Köszönöm szépen. Hogyan indult, és egyáltalán mi ez a bizonyos ökoszisztéma, ez a Bánki HUB? Nagyon messzire jutottunk el ide, hiszen még a múlt évezredbe kezdtem én ebbe a digitális tananyagfejlesztésbe. 1999-ben a Surinet programirodába jelentkeztem én fizika rovatvezetőnek, és tulajdonképpen ilyen HTML oldalak készítésével kezdődött ez. Aztán számítógéppel támogatott fizika kísérletekkel folytatódott, és utána, ahogy fejlődött a technológia, a webes technológia is, úgy kerültek animációk, szimulációk is az oktatási anyagok közé. Mivel érdemelte ki magát az elismerést? Hogyan lett digitális nagykövet? Ez egy szakmai díj, ez egy nagy szakmai szervezet, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, és talán ezt az elmúlt 21 néhány év alatt végzett munkámat ismerték el. Egy dolog ez a szakmai elismerés, de mi az, amit ön saját maga legnagyobb elismerésnek tekint, vagy mi az, amit legnagyobb sikernek tekint ebben? Ebben a díjban? Vagy nem mire? A díjban, hanem abban, ahogy ez létrejött, ahogyan működik, aha, ennek mi a hozadéka? Én azt gondolom, hogy azért az, hogy minden Nyíregyházáról a Bánkiból időnként a John Hopkins Egyetem hallgatója, a diákaival versenyben tudunk lenni, az szerintem egy nagyon komoly dolog. Mi az, ami a Bánki számára különös előny abban, hogy létezik ez a HUB? A szakképzés szerintem egy kicsit más, mint a közoktatás, mert itt nagyon gyakorlatiasak a diákok is. Nagyon sok esetben érkeznek egy konkrét valós problémával, és már hozzák is szinte az ötletet a megoldásra, és szinte természetes, hogy egy ilyen környezetben, ahol rendelkezésre állnak azok az eszközök, anyagok és az a tudás, amivel elkészíthetőek mondjuk a prototípusok, akkor ezt próbáljuk már úgy segíteni, hogy könnyebben készüljön el a prototípus. Hogyan működik az egész? Tehát jön egy ötlet valakitől, akár diáktól, akkor annak mi lesz a sorsa itt ebben a rendszerben? Igen, tehát többféle képpen születnek ötletek, van, amikor csak problémát keresünk, mert szerintem időnként a probléma jó felvetése is elég, mert utána akkor már arra lehet találni megoldást. Illetve, hogyha hozzák az ötletet, akkor is van egy ilyen kvázi belső szűrő, például megnézzük, hogy lehet-e már kapni az eBay-en. Mert ha ezt már lehet kapni, akkor másképpen gondoljuk át, mert akkor lehet, hogy valami olyan pluszt, olyan hozzáadott értéket kell még hozzátennünk, vagy mondjuk olcsóbban előállítani, amivel ez piacképes termék lehet. Mindig ez a cél, hogy piaci termék legyen. Ez a termék azért nem mindig konkrét kézzel fogható eszközt jelent, hanem van, amikor egy kis tanulmány, vagy egy kis film ez a termék, de hogy mindig van konkrét cél, amit adott határidőre meg kell csinálnunk, mint ahogy fogják majd az ipari környezetben is ugyanezt. Laci, én úgy tudom, hogy te egészen fiatal korodban kerültél be ebbe a rendszerbe.
talán hetedikes voltál? Igen, igen, pontosan. Hetedik osztályba kerültem be a bánkiba, ilyen versenycélokkal. Akkor indult az első versenyemre is. Mi volt ez az ötlet, vagy honnan jött az indítatás, hogy te oda bekerüljél? Még anyukám ilyen postai, mely postás, ezért a kötődések. De az érdeklődés az nyilván megvolt a részedről. Volt igen, valami konkrét ötleted, vagy egyszerűen csak annyira ez a világ vonzott és érdekelt? Hát elsőnek még az első projektjémet mutattam be. Labortápegység, akkumulátoros forró átalakítás, modernizálás, ilyenek. Most arra hová jutottál? Most már a bánkiba jársz? Hanyadikos vagy? Tizedik. Magyarul második. Hát igen, maradjunk a tizediknél, most már ebben a rendszerben gondolkodunk. Mi az, ami most dolgozol, és hoztál is egy ilyen prototípust, egy bemutatásra méltó darabot, mi ez? Ez egy segítőkéz, sztrókos betegeknek való ilyen gyógytornász, hogy nagyon kevés van, ezért tud rajtuk segíteni gyógytornász felügyeletével általában. Ezt ketten készítettük csapattársammal, Priel Gáborral. Ő volt a csapatban úgymond a generalista, én pedig a specialista. Ez mit jelent? Ő csinálta a dokumentációt, ő keresett utána a dolgoknak, ő figyelmeztetett, hogyha valamit elfelejtettem volna, ami általában megtört. Személytitkár és menedzser egyben. Igen, pontosan. Uh-huh. Én voltam a specialista, én foglalkoztam programozással, 3D tervezéssel, nyomtatással. Hogy 3D nyomtatással készült a termék. Uh-huh. Végül is prototípus inkább. Mi lesz ennek a sorsa, ennek a terméknek? Tudod-e már, vagy ezt a tanár úr esetleg jobban tudja? Szerintem tanár úr jobban tudja még. Mert hogy pont ez a feladat, hogy egy ilyen ötletet, egy ilyen prototípust valahogy becsatornázzunk. Igen, most követi a trendeket most már az oktatási rendszer is, úgyhogy megjelentek már ilyen startup, középiskolás startup versenyek, és két ilyen ötletversenyen már ott is szerepelnek. Az egyiknél már a második körbe jutottak, és a másik versenyen pedig most 31-én van a határidő, amíg fel kell tölteni a kért anyagokat. Ki mindenkivel vannak kapcsolatban? Ugye az egyetem, az amerikai egyetemet már említette, de hogy azért itt többféle szereplőre van szükség ahhoz, hogy egy ilyen ötletből végül is piacképes termék szülessen. Igen, ezért is gondoltam, hogy egy ilyen hubot, egy ilyen kapcsolódási pontot kell létrehoznunk, mert ahhoz, hogy egy ilyen termék megszülessen, szükség van szakmai támogatókra, szakértőkre. Szerencsére a volt bánkis diákok között nagyon sok mérnök, szoftverfejlesztő van, akik nagyon szívesen segítenek nekünk. Szükség van céges kapcsolatokra, ugyanis azért sok minden megvan ott nálunk helyben, az iskolában is, de azért a technológiai szinten a cégek közül sokan már az ipar 4.0-as eszközökkel és technológiával dolgoznak, tehát az azért később ér oda, illetve szükség van arra is, hogy forrásokat is szerezzünk. Erre vannak ilyen pályázati alapok, de nagyon sokat támogat minket a mi iskolai alapítványunk is. Rendkívül érdekes az, amiről beszélgettünk, és nagyon sok kérdés kavarog a fejemben. A mai oktatás és a digitalizációnak ez a fajta csúcsosodása, vagy magas szintje. Hogyan jön össze? Én azt láttam, hogy a tavalyi karanténban nagyon sok pedagógus kétségbe esett, mert az is meghaladta a tudását, hogy az interneten keresztül tudjon órákat tartani, és hogy mit, hogy kell Zoom vagy egyéb rendszereken keresztül használni. Ugyanakkor meg itt van ez az oldal, hogy ez valahogy hogy fog úgy összeérni, hogy a digitalizáció maximálisan támogassa a gyerekeknek az oktatását, úgy, hogy azt látjuk, hogy a gyerekek azért szinte előrébb tartanak, mint a pedagógusok ezen a területen. Ez is így készült el a pandémia alatt, tehát mi kommunikálni, közös dokumentumokat szerkesztettünk, tartottunk is mini konferenciákat vagy meetingeket, illetve így is zajlott egy verseny, tehát a Samsungnak az egyik ilyen fejlesztőverseny második helyezett lett a csapat, és az is úgy zajlott, a pitch felkészülés, a pitch verseny, minden így zajlott.
Én úgy gondolom, hogy a digitalizáció akkor is zajlik a háttérben, ha mi ezt tagadjuk. És ez folyik kérlehetetlenül és konokul. Szerintem meg kellene próbálni azt, hogy a számunkérésnek a hagyományos elveit azt elengedni. Talán ez az egyik legnehezebb. És bátrabban bevonni a kütyüket. És az együttműködésre biztatni a gyerekeket. Világos, hogy addig, amíg a kimeneti mérés az a szokásos papíralapú feladat megoldás, addig ez egy nagyon feszítő dolog, de én bízom abban, hiszen a technológia már arra is rendelkezésre áll, hogy akár online vizsgák is lehetnek, vagy lehessenek, hogy ez is fog változni, hiszen teljesen másfajta skillekre van szükség egy mai munkahelyen. Ott nem azt várják el, hogy magunkba dolgozzunk, és nem utassuk meg a másiknak, hanem működjünk együtt. Igaz? Azt várják, hogy találjuk meg a megoldást minden áron. És akkor, hogy szerintem egy mérnök is lehet, hogy úgy kezd hozzá egy problémához, hogy megnézi, hogy van-e már hasonló megoldás valahol. És akkor azt a megoldást, ha ő tudja adaptálni könnyedén, akkor nyert ügye van. Tovább gondolni. És akkor szépen rá alakítja az adott szituációra. Tehát szerintem megváltozott itt a céges elvárás is. És ehhez egy picit így tudunk talán alkalmazkodni. Egy utolsó kérdés, Laci, hogy érzed magad a Bánkiban így, hogy meg kiélheted ezeket az érdeklődési, mondhatnám, szenvedélyedet? Én nagyon jól érzem magam, hogy megtudom valósítani azt, amit szeretném végül is. És minden gyereknek ezt kívánjuk. Köszönjük szépen, és gratulálok ehhez a nagyon szép elismeréshez. És köszönjük. Kedves nézőink, mai adásunkban ennyi fért. Hétfőn, november 1-én a Minden Szentekkel kapcsolatos külön kiadásunkkal jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!